Az a titka a lélekben maradásnak, hogy a lélek cselekedeteit végezzük folyton. Mert hogyha nem a lélek cselekedeteit végzi az ember, akkor teljesen biztos, hogy a test cselekedeteit végzi, márpedig az ember nem tud nem végezni valamit, az ember nem tud nem cselekedni valamit, minden élő ember cselekszik valamit. A lélekben maradásnak, kedves agatók, nincs semmi nagy titka. Ez egy beugratós cím egyébként. Nincs olyan semmi nagy titok a lélekben maradásnak. Nincs olyan semmi nagy titka. Ez nem egy ilyen misztikus tudomány, amit megtanulhatunk valahol, valamilyen tanfolyamon. Nem erről van szó, kedves agatók. Jézus, amit tanított, az nagyon egyszerű. És épp ezért nem tetszik nagyon sok embernek, mert túlságosan egyszerű. Mi szeretjük túl komplikálni a dolgokat. Amit ő tanított, nagyon is egyszerű. Ugyanazt tette nagyjából, amit az ő követői, amit mi is teszünk, amit próbálunk tenni. Ő ugyanarról beszélt, ugyanazt mutogatta folyton, de mindig más-más perspektívából, más szemszögből, más megvilágításból mutatta ugyanazt, hogy minél többen megértsék. Mindig más-más nyelven beszélt. Más-más példázatokkal, de mindig ugyanazt mondta, kedves hallgatók. Azt, amit az előbb elmondtam, hogy a lélekben maradásnak a titka az, hogy a lélek cselekedeteit végezzük, és csak azt végezzük. Azt kapjuk, és azt adjuk. Kétfajta cselekedet van. Van a test cselekedete, és van a lélek cselekedete. Azért mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, fohászkodjatok, virasszatok, világítsatok, hogy kísértetbe ne essetek, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ő arra hívott bennünket, hogy a lélek cselekedeteit végezzük, amely örökkévaló, aki örökkévaló. Aki örökkévaló. A test nem örökkévaló. Ha a test cselekedeteit végezzük, amely nem örökkévaló, testivé válunk, belezuhanunk a testbe, összeszúkül a csatorna az Isten és ember között. Minél inkább testivé válunk, annál kevésbé halljuk Istent. Minél inkább cselekedjük a test cselekedeteit, annál inkább lefelé tartunk, belezuhanunk a földbe, a temetőbe, a rothadásba, az elmúlásba. Nincs semmi nagy titok, kedves hallgatók. Esetleg annyi, amit így elmondanék, és fontosnak tartok kihangsúlyozni, hogy adjuk tovább. Nem kell más tennünk, mint tovább adnunk azt, amit kaptunk. Ha a lélek által megvigasztaltattál, ha a lelki ember által, ha egy Isten szerető ember által megvigasztaltattál, akkor ne tartsd magadnál, add tovább. És hogyha lelket kaptál, ne testet adj tovább, hanem lelket. És azáltal, hogy folyton tovább adod, tovább adjuk azt, amit kaptunk a lélektől, fentről, azáltal felfele haladunk, feloldozást nyerünk. Feloltozást nyerünk, a lentiektől elszakadunk, fölfele haladunk, még nem teljesen elszakadunk a test birodalmától. A rothadás, a mulandóság, a hiába valóság birodalmától. A lélekben maradás titka az, amit Pál apostol is mondott, hogy a test cselekedeteit végre ne hajtsátok, hanem végezzük a lélek cselekedeteit. Ha a test cselekedeteit végezzük, akkor megtörténhet, hogy kapunk örömöt, testi örömöt, mulandó örömököt. És még inkább belemenjünk a testbe, és még inkább, és még lejjebb megyünk a testbe.
de a test visszamegy a földbe, az enyészet martalékává válik. De hogyha a lelkünk is a testnek engedelmeskedik, akkor a lelkünk is kárba vész, elkárhozik, más szóval. Add tovább azt, amit kaptál, add tovább. Látok embereket nap, mint nap. Hát nem nap, mint nap, de viszont gyakran látok embereket. Isten által megérintődni, megmenekülni, és lelkiek által menekültek meg, menekülnek meg. Mert testiekben voltak, a test örömében voltak. Ami bánatra fordult, az örömük bánatra fordult. Szomorúságra fordult. És lelkiek által vigasztaltattak meg. A lélekből kapták a vigasztalást. A lelki embertől kapták a vigasztalást. Nem a gazdag embertől, nem a testi embertől, nem a földi embertől, hanem a mennyei embertől, a gyermektől. De testi dolgot adtak tovább, és kiestek, kiszakadtak a lélekből. Én is megjártam ezt, többször megjártam. Hogy lelkieket kaptam, és testieket adtam, kiszakadtam a lélekből, kiszakadtam atyám öröméből. Ez mondja Jézus, hogyha befektetted a talentumot, és az megszaporítatott, akkor menj be atyád örömébe. Hogyha én kaptam egy talentumot, és lelkiekben kaptam a talentumot, mert arra van szükség ebben a világban, mert a test miatt, a testivé válásunk miatt van ilyen sok fájdalom. Ha lelkiekben kaptam a talentumot, azt adjam tovább, és várjam, vágyakozzak arra, hogy tovább adhassam a lelkit, a lelki talentumot. És azáltal, hogy tovább adom a lelki talentumot, a vigasztalást, a lelki örömöt, a megértést, lelki emberré válok, lélekben maradok, lelkiekben maradok, avagy folyamatosan virasztok. Szüntelen imádkozom, és állandóan virasztok. És ezáltal lélekben maradok. És a testben szenvedőket megszabadítom Isten kegyelméből, az ő kegyelmével, az ő lelkével. A lélekben maradás titka a továbbadás. A lélekbe kerülés titka a megelőlegezés. Amikor megelőlegezem, amikor bizalmat előlegezek a léleknek, nem tudom, hogy hogy lesz, mint lesz, de jó lesz, tökéletes lesz. Bízom az Úristen tökéletességébe, abba, hogy ő mindenható. És lépek egyet, és a lélek százat lépik felém, száz lépést tesz felém. És amikor kaptam, akkor adtam. És ebben lelem az örömömet, hogy kapok és adok, de nem testieket, nem akarok testieket, mert azok ideig óráig valók, mulandók, a földbe igyekvők. Lelkiekre vágyom. A lélek cselekedeteire vágyom, hogy azt kapjam és azt adjam tovább. Nem nagy filozófia ez. Túlságosan egyszerű. A mai intelligens, okos, tudálékos, tudományos elmének ez túlságosan egyszerű. A felfúvalkodott, az intelligens, művelt egónak ez túlságosan egyszerű. Neki szégyen ilyen dolgokkal foglalkozni, megalázó. Neki komplikált dolgokra van szüksége, hogy azáltal ő tündököljön, és ő ragyogjon, ő csillogjon, az ego. De a gyermeknek az egyszerű dolgokra van szüksége. Az egyszerű és nagyszerű dolgokra van szüksége a gyermeknek. Mert érzi, hogy abban van az élet. Kerest és éld az egyszerűt. Hogy megtalált és élvezd a nagyszerűt. Ez van az alapja az egésznek. Nyilván a legegyszerűbben, a legtökéletesebben, a legszebben Jézus mondta el, hogy hogyan válhat valaki lelkivé,
hogyan kerülhetünk be a lélekbe, és hogyan maradhatunk benne a lélekben. A hegyi beszéd erről szól, kedves agatók. Ha elolvastuk, és éljük, és kívánjuk élni, és kívánunk benne maradni, teljesen biztos, hogy semmi és senki sem szakíthat ki bennünket a Krisztus kegyelméből, a mindenható kegyelméből. A lélekben maradás titka az, hogyha kaptál, akkor adtál. Vágysz adni, és még többet kapni. Minél többet adsz, annál többet kapsz. És lelkiekre, a lelkieket halmozott. Lelkiekre vágysz. Lelkieket adsz, mert a test szenvedteti a lelket. A test kárhoztatja a lelket. A testiség, a testben ragadtság kárhoztatja a lelket. Mert a test öröme korlátos, ideig óráig való, mulandó. És a lélek számára az nem kielégítő. A lélek többre vágyik. A léleknek nem kell a gravitáció. A lélek szárnyalni akar. A lélek otthon akar lenni minél hamarabb az ő igazi hazájában. Ezért felülkerekedik, a test fölé kerekedik. És a test hajtja végre a lélek cselekedeteit, nem pedig a lélek a test gondolatait. És ezáltal maradunk lelkiek, ezáltal maradunk benne a lélekben, a lélek folyamában, hogy folyton adjuk és vesszük, egy talentum, kettő, három, négy, húsz, és végtelen sok talentum. Ez maga az örök élet, Jézus szerint. Hogy megismerjük az egy igaz Istent, és akit ő elküldött, a Jézus Krisztust, aki kijelentette az Isten számunkra. Hogy ne tévejegjünk, ne találgassunk, ne filozófáljunk, ne gyötörjük az elménket és a lelkünket a filozófiával. Kijelentette számunkra, hogy egyenes úton haladhassunk. Hogy a testieket, hogy a test fájdalmait, a test gyötrelmeit, a testből származó szenvedést, a test hazugságait, a test gyűlöletét, a lélek dolgaival győzzük le, és folyton továbbadjuk. A test kérdésére lelkiekkel válaszolunk, a lélekkel válaszolunk. Ha a test provokál, lélekkel szólunk vissza. Ha a test kérdez, a lélek válaszol. Ez a feloldozás. A feloldódás, a lélekben történő feloldódás, ez a mennyek országa. És amikor végül a test eljut arra a pontra, azt mondja, hogy feladom, győztél, akkor dicsőítetik meg a lélek, az emberi lélek, az Isten kegyelme által. A lélekben maradás titka nem nagy, nem nagy. Olyan te is kaptál már, kaptál a lélektől, amikor testben voltál, a test által szenvedtél, a testiek miatt gyötrődtél, a lélek által kaptál vigasztalást. De mégis testet adtál, mégis a testnek adtál enni, és nem a léleknek. Azt az ajándékot, amit kaptál, nem törted meg, nem osztottad szét, és nem mondtad azt, hogy még, Uram, még adjál a mindennapi kenyérből, hogy továbbadhassam, hogy benne lehessek és benne maradhassak a lélek áramlatában, a lélek folyásában. A lélekben maradás titka a továbbítás. A továbbadás, add tovább. Ha kaptál valamit, emlékezz és add tovább. És ha már nem emlékszel, kérjél és adatik, zörges és megnyittatik. Keress és találsz, éhezd és szomjózd az igazságot, és meg fogod azt látni, lelkiekben gazdagodsz, de add tovább. Ne menjél vissza a testbe,
Ha az ekeszarvát megfogtad, ne nézz hátra. Mert az, amit kaptál, az tőled elvétetik. Úgy igazából senki nem veszi el azt tőled, hanem te fogod azt elfelejteni, mert a test elfeledteti veled a lélek dolgait, a lélek a mennyország dolgait. Ha lelkieket kaptál, add tovább. Ha elfelejtetted, kérj és kapsz. Emlékezni fogsz, új csomagot fogsz kapni. Isten bőkezű. De add tovább, hogy benne maradhass a lélek áramlatában. Add tovább, ne tartsd magadnál, és élni fogsz, és teljesen biztos, hogy meg fogod látni Isten országát. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok tovább.